Az elmúlt években az a tapasztalatunk, hogy a biztosítási piaccal kapcsolatosan az ügyfeleket nagyon sok negatív tapasztalat érte. Mi a Hungaricum biztosítási alkú ZRT-nél arra törekszünk, hogy visszaszerezzük az ügyfelek bizalmát, és megfelelő szolgáltatást tudjunk nekik nyújtani, képviselni tudjuk az érdekeiket a biztosító társaságokkal szemben. A biztosítási alkusznak feladata, hogy árérték arányban kedvező biztosítási termékeket hozzon az ügyfeleknek, az igényeiknek megfelelően. Feladata, hogy javaslatokat tegyen kockázatmegelőzési stratégia kialakítására és a megfelelő biztosítási védelem megteremtésére. Feladatunk, hogy a károknál végigkísérjük az ügyfeleket a bejelentéstől a károk lezárásáig. Erre nálunk a Hungaricum biztosítási alkú ZRT-nél komplett csapat van, akik ebben segítkeznek az ügyfeleink részére, illetve odafigyelünk arra, hogy a szerződések évente felül legyenek vizsgálva, és az ügyfeleink szerződései mindig aktuálisak legyenek. Biztosítási szempontból a 2022-es év volt vízválasztó, mivel az akkor bekövetkezett aszálykárokra rengeteg kártérítési összeget fizettek ki a biztosító társaságok Kelet-Magyarországon. 2023-ban én nem tudok beszámolni olyan kiugró káreseményről, ami a biztosító társaságoknak akkora nagy kárt okozott volna, mint a 22-es évben. Amit mi megtapasztaltunk, hogy a biztosító kockázatvállalási kedve csökkent, az árverseny mérséklődött, és az ügyfeleknek nagyon oda kellett figyelniük arra, hogy időben megkössék a biztosítási szerződéseket. Az Önöki Magyarország piacvezető Alkusz cége mit akar pontosan a tevékenységük? A biztosítási alkuszként tevékenykedünk, van nagyvállalati üzletágunk, lakossági üzletágunk, és minden területen igyekszünk kiszolgálni az ügyfeleink igényeit. Kezelünk kórházakon keresztül, általános iskolákon keresztül több százezer lakossági ügyfelet is. A biztosításpiac.hu az idei év márciusában indult el, és azóta online is tudunk segíteni az ügyfeleinknek a biztosításkötésben, és a vállalati területen szerzett tapasztalatainkat igyekszünk az online ügyféltérben is az ügyfeleink rendelkezésre bocsátani. Terményárak valószínűleg idén sem fognak növekedni, vagy maradnak a jelenlegi szinten. Ez annyit fog jelenteni, hogy olcsóbban lehet biztosítási szerződéseket kötni. Ha olcsóbban kötnek szerződést, akkor az államkincstár támogatási kerete, amit a gazdáknak biztosításra tud visszatéríteni, az mivel változatlan, egy magasabb támogatási intenzitásra számíthatnak a gazdák, amennyiben támogatott magánbiztosítást fognak kötni. Tehát akkor tulajdonképpen akár jó évet is zárhatnak a gazdálkodók. A gazdálkodók nevében nem tudok nyilatkozni, azt el tudom mondani, hogy biztosítást fognak tudni kötni. A biztosítók, amennyiben időben kötnek az ügyfelek szerződést, és nem várják meg az egységes kérelmek beadását, egészen biztos vagyok benne, hogy fognak tudni szerződéseket kötni, és ezzel biztosítási oldalról tudják biztosítani azt, hogyha váratlan események merülnek föl, akkor a gazdaságot nem maradjon pénz nélkül.